Május 1-e a különböző korosztályok számára más és más jelentéstartalommal bír. Az idősebbeknek egészen biztosan a szocialista időszak felvonulásai, a munkásosztály győzelmét hirdető transzperensek és a mozgalmi dalok jutnak az eszébe. A munkásünnep korai történetére azonban már nem emlékezhetnek az emberek, így ennek bemutatásához a levéltári dokumentumokat hívjuk segítségül. Május 1-e a népi kalendáriumban is jeles napként szerepelt. A tavasz győzelmét és a természet megújhodását köszöntötték ekkor. A munkásosztály ünnepévé csak a 19. század végén vált. 1889-ben a II. Internacionálé kongresszusa határozott úgy, hogy május 1-e legyen a munkások ünnepnapja. Ezt követően Magyarországon is 1890-ben tartottak első ízben szervezett május 1-ét. Hazánkban a kormányzat az új ünnep megjelenésében a felforgatás lehetőségét látta. Az alföldi vármegyékben különösen tartottak a tüntetésektől, a viharsarokban ugyanis ekkor bontakozott ki az elszegényedett agrárnépesség mozgalma, amely jobb munkaviszonyokat és béreket követelt. Megyénkben is elsősorban az arató sztrájkoktól tartottak, és a kezdeti időben szigorúan tiltották a május 1-i demonstrációkat. Az Alispán már április folyamán utasította a járási főszolgabírákat és a rendőrséget, hogy akadályozzák meg a felvonulásokat. Az évek során azonban a tiltó rendelkezések enyhültek, így az első világháború előtt már Mezőtúron, Túrkevén, Jászberényben és Szolnokon is megünnepelték május 1-ét. Ragó Antal, későbbi kommunista országgyűlési képviselő visszaemlékezése szerint 1912-ben Szolnokon a munkás otthon előtt gyülekezett a tömeg, ahonnan aztán zárt sorokban indult a felvonulásra. A munkások éltették a világforradalmat és mozgalmi dalokat énekeltek, a lovas csendőrök pedig békésen kísérték őket. A tömeg akkora hatással volt a kisbéresként dolgozó Ragóra, hogy szinte azonnal bekapcsolódott a munkás mozgalomba. Az első világháború alatt a felvonulásokat tiltották. A tanácsköztársaság idején azonban május 1-e országos ünneppé vált. Az eseményre nagy erőkkel készültek Szolnok megyében is, ám számos településen a román csapatok előrenyomulása miatt az ünnepséget már nem tudták megtartani. Ez történt Mezőtúron is, ahol a szervezők tűzijátékkal egybekötött felvonulásra készültek, a várost azonban április 28-án elfoglalták a románok. A visszaemlékezések szerint Szolnok május 1-e délelőttjén vörös drapériákba öltözött, a vasútállomás tetején pedig egy 5 méter átmérőjű vörös gömb díszlett. 10 órakor ünnepi nagygyűlés vette kezdetét, amelyen állítólag 10 000 katona és civil volt jelen. Délben azonban a román tüzérség ágyúzása miatt itt is félbe kellett szakítani az eseményt. Igazi ünneplésre csak a jászságban volt lehetőség. A két világháború között tiltották a május 1-i megemlékezéseket. A belügyminiszteri rendelkezések a 30-as években ugyan engedélyezték a majálisokat, de politikai jellegű gyűléseket csak a Szociáldemokrata Párt rendezhetett Budapesten és néhány nagyvárosban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ez sem volt lehetséges, ezért május 1-ét ebben az időszakban csak titokban lehetett megünnepelni. A szervezésben a szociáldemokraták és az illegalitásban működő kommunista párt tagjai egyaránt részt vettek. Nem volt könnyű dolguk, hiszen a miniszteri rendeleteknek megfelelően a helyi hangadókat gyakran jóval május 1-e előtt begyűjtötte a rendőrség. Ennek ellenére azokban a tiszántúli mezővárosokban, ahol sok volt a nincstelen földmunkás, mégis találtak módot a megemlékezésre. Mezőtúron az illegális kommunisták 1930. május 1-én éhségfelvonulást szerveztek, melynek feloszlatásához Szolnokról kellett katonákat kivezényelni. Egy másik városban, Kisújszálláson, a legálisan működő szociáldemokraták voltak azok, akik 1929-től rendszeresen ünnepelték május 1-ét. 1931-ben például a város melletti erdőben tartottak gyűlést, ahol beszédeket mondtak, népszavacikkeket olvastak fel, és mozgalmi dalokat énekeltek.
1932-ben ugyancsak Kisújszálláson néma tüntetéssel ünnepeltek a munkások. Kettessével kezdtek sétálni a város főterén, zakójuk gombjukaiba pedig vörös szegfűt tűztek. A sétálók száma hamarosan elérte a 80-at, amely már a rendőröknek is föltűnt, akik végül 3 embert letartóztattak, a többieket pedig hazazavarták. A korlátozások időszaka a II. Világháborút követően véget ért. 1945-ben nyugaton még folytak a harcok, Magyarországon azonban már óriási tömegek ünnepelték május 1-jét. Szolnokon a Tanácsköztársaság óta először kerülhettek elő a gondosan elrejtett vörös zászlók. A tiszaparti városban, hajnalban ledöntötték Horthy István szobrát, napközben pedig több ezer fő ünnepelt az utcákon. Beszédet tartottak a pártok vezetői, városszerte zenekarok adtak térzenét, a gyermekek pedig a nemzeti segély jóvoltából ingyen zsömlét kaptak, amely a háború ínséges évei után rendkívüli dolognak számított. 1949-ben egy kormányrendelet nemzeti ünneppé nyilvánította május 1-jét. Ekkor kezdetét vették a szovjet modellt másoló, sematikus felvonulások, amelyeken kötelező volt a részvétel, és ezzel véget ért május 1-je hőskora.